think I'm perfect. Perfect, perfect, perfect. Bitch is perfect, 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 perfect. I'm perfect. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban titkos Minecraft blokkokról lesz szó, amiket ugye nem találhattuk meg a kreatív inventoritokban, és hát lényegében sehol máshol, csak parancsal tudtok lehívni. Srácok, és hogyha szeretnétek még ilyen Minecraft-tal kapcsolatos rejtett dolgokat, akkor azt mindenképpen jelezzétek egy lájkkal. Biztosan akadt közületek olyan, aki ezeket már ismeri, de hát nem azoknak szól a videó nyilvánvalóan, hanem azoknak, akik még nem látták ezeket. És minden videóban ezentúl itt lesz velem George, ez a sárkányfejű izé. Szóval az első ilyen rejtett vagy titkos blokk az a TNT-vel kapcsolatos lesz. Ugye itt van alapból egy TNT, mindannyian tudjátok, hogyha ráklikkeltek kreatív módban vagy survivalben, akkor azt megkapjátok jobb esetben. Szóval azt valószínűleg meg fogjátok kapni, ugye így. Viszont ezzel a parancsa, hogyha lerakjuk ezt a TNT-t, akkor a jól megszokott talán Minecraft alfában, hogyha hát azt lehet megszokottnak nevezni, megütjük, és egyből már Explodol is, fel fog robbanni, igen, és amit kapunk TNT, az pedig sima, tehát azt nem tudjuk együttéssel felrobbantani, tehát ez tényleg csak a commanddal működik. Megütjük, és látjátok, hogy ad nekünk egy TNT-t, illetve fel is robban ütésre. A második ilyen rejtett dolog, az egy pisztonnal kapcsolatos lenne. Ugye, hogyha lerakjuk a pisztont, az jelenleg egy blokkot foglal, így pedig már kettőt. Ezt a kitolt részt, ezt le tudjátok hívni egyetlen egy parancsal, mégpedig ezzel. Hát lényegében ennek sok értelme nincsen, de azért mégis érdekes dolog, hogy külön le lehet hívni ezeket a részeket, és ezeket természetesen tudjátok is forgatni, ugye úgy, ahogy a számokat másképp írjátok. És mindjárt mutatom, talán ezzel, nem ezzel, amelyik lefelé néz, melyik néz lefelé? A sima pisztonhead? Igen. Ezzel akár lehet valami jó kis akadálypályát, vagy valami hasonlót létrehozni, és hogyha rágörgöztök, ugye, hogy kéritek ezt a blokkot, akkor a pisztont kapjátok a kezetekbe. Szóval, ja, ez egy érdekes, ám de haszontalan dolog. A következő blokkok, azok esetleg építészeti szempontból hasznosak lehetnek. Mindjárt keresünk egy fát, itt van. Ugye normál fát, az kettő fajta módon lehet lerakni, így, illetve így, de egyiknek sem telített az összes oldala. Tehát ugye ennek sem, csak most itt van ez a másik fa, tehát tényleg egyiknek sem telített az összes oldala. De erre is van egy parancs, mégpedig ez itt, és le is spawnoltuk, és ennek mind a hat oldala tömött fa, tehát ez esetleg valami díszítő elemként szolgálhat, vagy hasonló, tehát tényleg meg tudom mutatni, hogy minden oldala telített, tehát még az alja is, és hát ez természetesen az összes fával működik. Itt van például a 15-ös, az a dzsungelfának a mind a hat oldali ilyen cucca. Következő is, amint mondtam, egy ilyen építészeti dolog lenne. Ugye vannak ezek a stone slabek, amit ha egymásba rakunk, akkor az nyilván egy blokkot alkot, így meg csak fél. És hát itt látjátok, hogy el vannak választva, ugye egymástól. Viszont erre is van egy parancs, amit hogyha beírtok, akkor telített ilyen stone blokkot kaptok, ami nyilvánvalóan szebb, mint a sima, de szerintem szebb még ennél is, tehát hogy itt nincs középen ez a csík, hanem ilyen szép textúrája van ennek az egésznek, bár szerintem fölülről nincs túl sok eltérés, sőt, semmilyen eltérés nincs, igazából oldalról látszódik ez jobban. És ugyanaz a helyzet a sandstone-nál is, vagy sandstone slabnél is. Ugye, hogyha egymásba rakjuk, akkor hát egy sima sandstone-t kapunk végül is, mert itt nincsen az a vonal, ami itt látszódik, ugye?
tehát itt semmilyen vonal nincs. Viszont, hogyha ezt átírjuk itt 9-re, akkor kapunk egy teljesen tiszta ilyen, hát nem tudom, ezt lehet-e mondani homokkőnek, mert ugye egyik minta sem így néz ki. Tehát nagyjából ehhez hasonlít, ilyen mindenféle vonalak nélkül, de felülről pedig ugyanaz, tehát hogy az ne tévessze meg senkit, oldalról tűnik másképp. Vagy nem csak tűnik, hanem más is. És hoztam nektek egy ilyen érdekesebb pisztont, piszton szerkezetet, ami ez a parancs, hát ezt majd leírom. És itt látjátok, hogy ez egy nyitott ilyen piszton, ami utána összecsukja magát. De gondolom azt is észrevettétek, hogy én ezt leraktam erre a blokkra, ugye ami most álltam és kiütöttem, és az előttem lévő piszton az eltűnt konkrétan, de megmutatom ezt blokkal, tehát hogyha itt kiütöm és rakok egy ilyet, akkor ez eltünteti a blokkot. Hát ugye nyilván ennek sincs túl sok értelme, csak egy elég érdekes dolog, hogy hát wow, így eltünteti a blokkot lényegében. Tehát még egyszer lerakom, de bármivel működik, tehát mondjuk itt az üveg, ide is lerakom elé, azt is eltünteti. Hát valószínűleg ez az miatt van, ugye, mert nyitott állapotban kettő blokkot használ. De viszont arra kíváncsi vagyok még, hogyha ott a redstone fákja itt, akkor is becsukódik-e. Akkor nem csukódik be, hanem egy ilyen fél kis cucc keletkezik. Az igen. Ezt most fedeztem föl, srácok, szóval ez nem volt betervezve a videóba, de hát látjátok, akkor ez is egy elég titkos blokk. És hogyha kiütjük, akkor mi történik, akkor pedig már visszatérünk az eredeti állapotába, tehát ide letesztek egy fákját, beírjátok szépen a parancsot, és lesz egy ilyen értelmetlen blokkotok. Bár valamilyen díszítésre biztosan jó, esetleg, hogyha lehet rárakni ilyen képet, vagy valami, lehet. És wow, van egy, nem tudom, talán egy harmad blokk szélesség, vagy izé a kettő között. Szóval érdekes minden esetre. És srácok, találtam egy olyan parancsot, amit ha beírtok, hát szerintem szerveren is, akkor az tuti, hogy többet oda senki nem fog tudni fölmenni. Megpróbálom illusztrálni a dolgot. Tehát ide leraktam ezt a blokkot, set blokkal, és folyamatosan ide be szeretnék menni, akkor hát crash-el a kliens. Tehát megpróbálom ezt ide is lerakni. Tehát mutatom, ez a blokk, ezt mostantól csak gyilkos itemnek fogom használni. Ez kérlek szépen ez, piston extension. Ezt megnyomjátok! Igen, hogyha engedélyezve lennének a kommandok. Szóval ezt beírjátok, és crash-el a Minecraft. Ez igen. És megpróbálom még egyszer illusztrálni. Ugye mindkettőben van most már ilyen. És hát tök mindegy igazából, hogy melyikre nyomunk. Szépen rányomunk ide. Tölt, tölt, és kifagy megint. Szóval szerintem ezt ne próbáljátok ki. Én ezt az ötletet tudnám nektek adni. És az a probléma, hogy nem tudok visszamenni George-hoz elköszönni tőle. Szóval maradunk itt a főmenübe, mert én még egyszer meg nem próbálom ezeket megnyitni. Szóval srácok, ennyi lett volna ez a videó. Így még a végén is elmondom, hogy ez nem azoknak szólt, akik ezeket már esetleg ismerték, hanem pont azoknak, akik nem tudtak ezekről. És lehet, sőt tudom, hogy ezek nagyon régenben vannak a Minecraftban, de én erről még nem csináltam videót. Most mutatom be ezeket először, de nyilván én is tudom, hogy már nagyon régóta vannak ezek a rejtett blokkok, szóval ezt ne írjátok meg kommentbe, mert tudok róla. Nem vagyok lemaradva semmiről. Szóval tényleg ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnézted, és hogyha szeretnétek még további ilyen részeket, titkos dolgokkal kapcsolatban, akkor azt jelezzétek egy lájkkal. Sziasztok!